A legendás szekszárdi közép- és hosszú távfutó edző Németh Gyula 6 évvel ezelőtt történő Kecskemétre távozása után sokakban fölvetődött, mi lesz ezután a futószakággal Szekszárdon. Amíg mindig szekszárdi szívű edző, mindenkit megnyugtatott akkor. Volt versenyzője, utóda, nem fogja veszni hagyni az értékeket, és Szőke Gergő olyannyira ambiciózus, hogy új csapatot is fog építeni maga köré, jövendölte az egykori tréner. Így is történt. Amellett, hogy Szemerei Levente már az ő munkája révén is jutott el oda, ahová, mint ismeretes felnőtt magyar bajnok, korábban U20-ban EB negyedik, nemzetközi szintre predesztinált akadályfutó lett. Nem csak épül, hanem ígéretes jelt is adott magáról, ez a gyermekkorcsoportokból, serdülőkből, ifikből álló Szőke csapat. Ennek jeles képviselője Gyányi Zsombor, aki a serdülők között 1500 méteres akadályfutásban bronzérmet szerzett az idén a Szekszárdi Sportközpont versenyzőjeként a serdülők között a magyar bajnokságon U15-ös korosztályban. Ami ahhoz képest nagyon is figyelemre méltó eredmény, hogy Zsombor mindössze másfél éve atlétizál komolyan. Az edzéseket mindig jól meg tudtam csinálni, és ha kell, még pluszt is tudtam. Meg hát persze minden nap lejártam edzésre. Örökölte az átlagon felüli atlétikus adottságokat Zsombor, az alma itt sem esett messze a pályától. A nagybátyám triatlonozott, és apukám is atlétizált. Zsombor feltett szándéka, hogy ő náluk jobb és eredményesebb versenyző legyen szeretett sportágában hosszabb távon. Jövőre már csak, mint mondja, a bajnoki címmel lenne igazán elégedett. Abban reménykedem, hogy 2021-ben sikerül a bajnoki cím, és hát úgy versenytársak terén úgy semmi változás nagyjából nincsen. Mellette még a jelekből ítélve az 5000 méteres táv lehet Gyányi Zsombor másik versenyszáma, amelyben lépcsőzetesen szépen fejlődik. A legjobb ideje ezen a távon az új generációs szekszárdi futónak 17 perc 30 másodperc. Ezt persze még nem versenyen, hanem edzésen futotta.